Kautskinakék levelébek Engels ezt írja. Csodálkozással látom a Forwardsben bevetetésemnek kivonatát, melyet tudtom nélkül nyomtattak ki, és amelyet úgy fésültek át, hogy annak alapján úgy tűnök fel, mint a törvényesség minden áron való békeszerető rajongója. Annál szívesebben fogom látni, ha a bevezetés rövidítés nélkül jelenik meg a Neue Zeitben, hogy ez a szégyenteljes benyomás kitöröltessék. Nagyon határozottan meg fogom mondani erről véleményemet Liebknechtnek, ez az öreg Liebknecht, a Wilhelm Liebknecht, aki Marx és Engels kortársa volt, az ő fia volt a Karl Liebknecht, aki Rosa Luxemburggal együtt a Német Kommunista Párt megalapítója volt 1919-ben. Szóval ez a papa Liebknechtnek szólt, és tehát nagyon határozottan meg fogom mondani erről véleményemet Liebknechtnek, és mindazoknak, akik, bárki legyen is az, neki ezzel alkalmat adtak, hogy véleményemet elferdítse. Majd egy néhány nappal később Lafargue-nak, aki akkor a francia szocialista, kommunista mozgalomnak az egyik vezető alakja volt, és akinek a felesége Marxnak a lánya volt, Laura nevű lánya, annak levelében a következőt írta: Liebknecht, ugye megint a Wilhelm Liebknecht, csúnya tréfát engedett meg magának velem szemben. Bevezetésemből, melyet Marxnak az 1848-1850-es Franciaországról szóló értekezése elé írtam, kiválasztotta mindazt, ami hasznos lehetett számára, hogy alátámassza azt a mindenáron békés és az erőszakot megvető taktikát, melyet bizonyos idő óta, hogy buzgón hirdet, éppen a jelen pillanatban, amikor Berlinben kivételes törvényeket készítenek elő. Míg én ilyen taktikát egyedül a jelenlegi Németország számára ajánlok, és azt is lényeges megszorításokkal, Franciaországban, Belgiumban, Olaszországban és Ausztriában ezt a taktikát a maga egészében nem lehet követni. Sőt, még Németországban is már holnap használhatatlan bizonyulhat, ez utalás arra, hogy ha a kivételes törvény lépne érvénybe. Úgyhogy itt tulajdonképpen már Engels és a Szociáldemokrata Párt vezetése közötti konfliktusról is van szó, mert bár ezt megírta ugye Kautskinak írta előbb a levelet, és kérte, hogy a Neue Zeitben, aminek Kautsky volt a főszerkesztője, a teljes szöveg jöjjön. Ennek ellenére sem a Neue Zeit, sem az 1895-ös kiadás, jól lehet már a könyvnek a kiadása, jól lehet teljesebb szöveget hozott, nem közölte Engels eredeti teljes szövegét. Tehát itt, hogy mondjam, a gyökere, a eleme van meg annak az ellentétnek, amely napjainkig jellemzi, hát ha még munkásmozgalmon belülinek lehet nevezni, a munkásmozgalmon belüli vitákat, mert lassan a szociáldemokrácia egyáltalán nem nevezhető munkásmozgalmon belüli irányzatnak. Hát ők a Godesbergi programmal
megtagadták azt, hogy ők marxista párt és munkáspárt lennének, néppárt ugye a hivatalos nevük, ami hát jelzi, hogy nem osztályszemlélet, hanem általános népbarát szemlélet a párt elvi alapja, és hát tudjuk, hogy gyakorlatilag a burzsóáziát kiszolgáló párt, hát gondoljunk Merkelnek a politikájára, vagy hát ugye a franciáknál Mitterrand, ugyan a szocialista párt elnöke volt, de hát nagyon laza kapcsolattal a valódi szocializmus és szocialista felfogáshoz. Sok taktikai kérdést érint, és nem könnyű olvasmány. Talán a mai alkalommal még erre a tézisre ki tudunk térni, és ezt megbeszélni. Az 1847-es világkereskedelmi válság, ez az általam kiadott szövegben a harmadik oldal középső bekezdésében van. Az 1847-es világkereskedelmi válság volt a februári és a márciusi forradalmak tulajdonképpeni szülőanyja. S hogy az újból megerősödött európai reakció éltető ereje, az az ipari prosperitás volt, amely 1848 közepétől kezdve fokozatosan újból beállott, és 1849-ben és 1850-ben teljes virágzásához ért. Ez döntő jelentőségű volt, mármint abban, hogy a 48-49-es forradalmak elbuktak. És kicsit később ugyanebben a bekezdésben Marx-tól idézi, új forradalom csak új válság nyomában lehetséges, de éppen olyan bizonyos is, mint ez. Tehát bizonyos, hogy a válság kívánból forradalom fog lenni, úgy érti? Igen. Végül is ez igaz? Hát úgy beszélünk, eddig mindig így volt. Volt egy nagyobb válság, utána jöttek ki a forradalmi megmozdulások. Na most mi benne vagyunk egy nagy válságban, és hol van a forradalom? Hát, mert mondjuk, no, hát talán abból fog kiválni. De meg az nem, szóval, és nem konkrétan egy. Ezért akarom, hogy ezt alaposan kell tanulmányozni, mert ez nagyon könnyen ad tényleg alapot arra, hogy revizionista irányba menjen. Tehát például azt hiszem, hogy az arab, bizonyos arab országokban, meg Görögországban és Írországban is voltak-e például megmozdulások. Tehát nem feltétlenül úgy gondolom, hogy minden országban meg ilyesmi.